Üdvözlöm Önöket, kezdődik a Promenád. Hamarosan a Bábszínházi világnapról lesz szó, előtte azonban nézzenek meg egy összefoglalót a Csodamalom Bábszínház Rákherceg című ősbemutatójából. Az olasz népmese alapján készült előadás a lebilincselő történet mellett látványos bábokkal kápráztatja el a közönséget. Hosszú és szomorú történet. A tengertündér elátkozott. Halálomig hűen kell szolgálni. Ebben a ráktestben kell élnem. De minden nap egyetlen órára visszaváltoztat az, aki volt. Van egy ötletem. Ha legközelebb elhagyod a páncélt, meneküljünk el együtt. Az nem lehet. Akkor utolér a tündérrátka is. Örökké rákpáncélban maradok. Ez az a fajta népmese, egy olasz népmese egyéb iránt, az a fajta mese, amiben az egyik hős, illetve igen, az egyik hős valamilyen állatformában létezik, valamilyen okból kifolyólag többnyire elátkozzák. És akkor általában az szokott történni, hogy jön a herceg, és megcsokolja a békát, illetve fordítva, és akkor visszaváltozik. Természetesen nem ilyen gyorsan, hanem bizonyos áldozatokat kell meghozni a hős mentőnek. Esetünkben ez egy királykisasszony, Francesca királykisasszony, aki a mese során azt az áldozatot vállalja, hogy megtanul muzsikálni, és ezzel tudja a rákpáncélba zárt herceget kiszabadítani. Először dolgozom most a Miskolci Bábszínházban, úgyhogy szerencsére volt már egy workshop még a nyár folyamán, ami minden színész részt vett, úgyhogy valamennyire megismerhettem őket, de igazából a próba folyamat során derült ki, hogy ki mit jobban, kevésbé jobban, és akkor próbáltunk a próba folyamat alatt mindenféle gyakorlatokat és fejlesztéseket és énekórákat foganatosítani, mert hát sok ének van az előadásban. Szerencsére az Andrea, akit a korrepetitor rendszeresen bejárt és nagyon sokat segített. Hát a bábok gyorsan készültek, de alaposan. Néder Janka minden szabad idejét itt töltötte a tervező, és tevőlegesen is részt vett a létrehozásában a díszletnek és a báboknak. Természetesen a Covid mindent nehezített, ezt is nehezítette, egyik színésznőnket nélkülözni kellett egy darabig, de alapvetően szerencsére zavartalanul tudtunk próbálni, ezt leszámítva. Január végén kezdtük a próbákat. A díszlet egy forgószínpadra épül, aminek az egyik fele a tenger alatti világot hivatott megjelenteni, a másik pedig a királyi palotát, és erről bővebben a Janka tud mesélni majd. Képzeld el, hogy találkoztam a Rákherceggel. Tényleg? Elmondta, hogy hogyan tudnék neki segíteni. Ugyanis azt fogok csinálni. Hívtál, kislányom? Francesca! Francesca! Édesapám! Hú, csak hogy itt vagy. Drága kislányom. Édesapám, én arra gondoltam, hogy szeretnék megtanulni muzsikálni. Jól van, kislányom. Jól van, majd szerzünk neked egy zenetanárt, és de akkor... én most akarok. De kislányom, egy nap alatt semmilyen hangszeren nem lehet megtanulni muzsikálni. Hát akkor hánynak kell hozzá? Az attól függ, hogy ki milyen tehetséges. Van, aki botfülőnek születik, és van, aki zseninek. De honnan lehet tudni, hogy valaki botfülő? Ez nagyon egyszerű. Na, énekel csak utána. Mendegél a mandarin. Mendegél a mandarin. Nagyon jó. Nincs botfüled. Gyönyörű, szép, tiszta hangod van. Megyek is, hozom a mandolinomat. Neked van mandolinod? Persze, hogy van. Mit gondolsz, mivel hódítottam meg édesanyádat? Szerenádot adtam neki. Szerenád! És mit játszottál neki, papa? Hogy mit? Hát ezt a gyönyörű dalt még... A díszletnek egy bizonyos része már készen volt, ezt úgy szereztük, és ahhoz épített hozzá a műszak bizonyos elemeket még hozzá. Az egyik fele az egy asztali bábjátékhoz megfelelő helyszín, a másik fele pedig egy marionett színház, azt képviselt megjeleníteni. Az a tenger, és a másik oldala pedig a palota. A bábok azok úgy készültek, hogy én otthon kifaragtam őket fából, az nagyon fontos volt számomra, hogy mégiscsak egy népmese, és hogy ne műanyagból, meg ne olyan anyagokból készüljön, hanem olyanból, ami valaha élt, és amit újra életre lehet kelteni, és próbáltam a lehető legtermészetesebb anyagokat használni, és az öltöztetésnél is a tradíciókra alapoztam, vagy próbáltam olyanokat elkészíteni, meg úgy felöltöztetni a bábokat, hogy azok valamennyire tradicionálisabbak legyenek. Ami a legnagyobb kihívás volt, az nyilván a rák elkészítése. Azért az egy trükkösebb folyamat volt, arról nem árulok el többet, aki kíváncsi, azért jön el és nézze meg. És a király kisasszonya, hogy a víz alatt van a sellőruhájában, az is egy nagy kihívás volt, de nagyon élvezetes volt megcsinálni, és azt is érdemes majd élőben megtekinteni. Ez azért egy nagy munka, most viszonylag kevés idő volt, de igyekeztünk, és hát ez körülbelül olyan, ha csak a bábokat nézzük, akkor az olyan egy hónap volt, de nyilván ebben benne volt a díszlet, és így volt összesen 2 hónap, tehát hogy ezek azért összefonódtak, egy időben zajlottak ezek a dolgok, szóval körülbelül ennyi idő. Ennél azért több szokott kelleni, de most nagyon-nagyon megfeszített tempóban dolgoztunk a műhellyel párhuzamosan ezeken a dolgokon. Én sose vagyok teljesen megelégedve, mindig van valami, amit még megcsinálnék, és arra jöttem rá, hogy én nem befejezek valamit, hanem csak abba hagyom a munkát rajta. És most azt döntöttem, hogy most hagyom abba rajta a munkát, és érdekes látni bevilágítva, érdekes látni úgy, hogy a színészek mozgatják, és nem csak áll a műhelyben, és én nézegetem a kezemben ezeket a pábokat és a díszletet. Tulajdonképpen minden nap próbálunk, tehát első naptól kezdve, amikor elkezdődik a próbaidőszak, először még lent a társalgóban szövegkönyvet kapunk, elolvassuk, a rendező elmondja az elképzelését, hogy ki milyen karakter, milyenek az egymáshoz való viszonyok a szereplők között, ezeket próbáljuk beállítani. Van olyan rendező, aki bátor és rögtön az első héten már rádiójátékot állít be a szövegösszemondó olvasópróbákon, de egyébként hétfőtől péntekig minden nap próbálunk. Nyilván főpróba hét az sűrűbb, itt tulajdonképpen szabad nap nélkül ezen a héten végig próbáltunk. És megpróbálunk mindent beleadni, hogy elkészüljön a darab. Nyilván még lehetne hozzátenni, saját részemről beszélek természetesen, tehát én úgy érzem, hogy még bennem lett volna valami, de elkészültünk. Én címszereplő voltam egészen pontosan, és az a furcsa az egész előadásban, hogy én vagyok benne a legkevesebbet, de hát ez a címszereplőknél elő szokott fordulni. Január utolsó napján kezdtük el a próbaidőszakot, asztali olvasópróbákkal, utána szépen lassan feljöttünk a színpadra, a rendezővel végigrendelkeztük az előadást, és a mai napra elkészültünk vele. Én személy szerint jól éreztem magam az előadásban, tetszik nekem a mediterrán világ, ugye egy régi reneszánsz köntösbe öltöztetett olasz népzenét láthatott a közönség, és nekem és a többieknek is tetszett ez, mert nem nagyon szoktunk ilyen előadásokat itt a Bábszínházban tartani. Abszolút el lehetett szokni, és ez a hosszú kimaradás ez érezhető volt mindenkin. Ettől függetlenül mi dolgoztunk, tehát próbáltunk, a színházi munka az nem állt le teljesen, viszont mindannyiunknak hiányzott a közönség. Mikor a közönséget visszakaptuk, és meghallottuk az első tapsokat, akkor mindenki megkönnyebbült, hogy most már akkor újra visszatértünk, lehet játszani a színházban, mert mi ebből építkezünk. A gyerekkaca és a taps az, ami bennünket éltet, úgymond. Rákhercegem szép szerelmem páncéjából bújt elő, tündér, hogyha erejű, fölöttünk már nincs hatalma, nincsen. Kis királylány, édes mátkám, megmentettél engemet, slapod még nem lehet, csókod loptam, gyere gyorsan hozzám. Sure. Köszöntöm a stúdióban Temesvári Évát, a Csodamalom Bábszínház igazgatóját, illetve Fekete Dávid művészeti vezetőt. Jó estét kívánok mindkettejüknek, köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Jó estét! Ahogy ugye említettem a felvezetőben is, a Bábszínházi világnap lesz a témánk, ami március 21-ére, azaz idén hétfőre fog esni. Ez a nap világszerte a bábos szakma ünnepe. Milyen hagyományra tekint ez a nap vissza? Mikor ünnepelték először ezt a világnapot? Az UNIMA Gyermekszínházi Világszövetség kezdeményezésére indult el ez 2003-ban. Csatlakozott Magyarország is a mozgalomhoz, miszerint ugye megünnepeljük a bábosokat, a bábokat, és hát ez alkalommal így egy szép dátumot választottak a bábosok, ezért március 21-e a meteorológiai tavasz kezdete, így szerintem nagyon szép választás lett. Milyen programokkal készül a Csodamalom Bábszínház erre a napra? Kicsit kilátogatunk az intézmény falai közül, olyan számunkra nagyon kedves intézményekben csinálunk egy kis bábparádét, néhány perces, hogy elég feszített a tempó minden iskolába, óvodába, úgyhogy szünetekbe fogunk bábozni, zenélni a gyerekeknek, kicsit promotálva a Rákherceg, már említett Rákherceg előadást is, hiszen azoknak a bábjait fogjuk kivinni, élő zenével kísérve. Ugye említetted, hogy kilátogat a társulat gyakorlatilag a színház falai közül. Ez mit jelent most egy ilyen helyzetben, egy ilyen nehéz évek után gyakorlatilag a társulatnak? Én azt gondolom, hogy boldogság. Boldogság az, hogy újra gyerekeket láthatunk, és boldogság az, hogy újra gyerekeket fogadhatunk. Azért ez a 2 éves vírushelyzet, ez nagyon-nagyon megnehezítette a dolgunkat. Azt gondolom, hogy a gyerekek dolgát is. Van olyan korosztály, aki még nem volt bábszínházban. Elkezdte az első osztályt, és pont beleesett abba az időszakba. Úgyhogy ez öröm számunkra. Nagyon-nagyon-nagyon. A Rákherceghez térünk egy picit vissza, hogy egy hosszabb összefoglalót láthattak már a nézők, és hogyha jól tudom, akkor az előadásban szereplő báboknak lesz szerepük 21-én, ahogy említette is, hogy kilátogatnak a bábok is ezen a napon. Így van, nem úgy lesznek jelenetekbe rendezve, mint ahogy ez az előadásban van. Aki kíváncsi az, hogy működnek ezek bevilágítva színpadon, az jöjjön el a Bábszínházba megnézni. Itt egy kicsit inkább az interakcióra építettünk, tehát hogy közelebbről meg lehessen tekinteni a bábokat, ne legyen az általunk negyedik falnak nevezett fal, láthatatlan fal, ami ugye a színpad 3 oldaláról veszi körül a színészeket, és a negyedik láthatatlan fal a nézőkkel való kapcsolódást egy színpadi szituációban megnehezíti. Itt viszont egészen közel tudnak a gyerekek vizsgálódni, hogy hogyan is mozognak ezek a bábok, és egy ilyen kötetlen, improvizatív, interaktív játékban lesz részük. Mennyire élvezik a gyerekek az ilyen alkalmakat, amikor nem a klasszikus bábelőadást láthatják, hanem tényleg ez egy picit ilyen kulisszatitkokba való betekintést jelenthet számukra? És hát pontosan ez a lényeg, hogy ugye sokszor úgy van világítva az előadás, úgy van öltöztetve a bábszínész, hogy ne nagyon látszódjon a bábja mögött a mozgató maga, és itt azért lehet látni azt, hogy milyen egy báb és egy bábos viszonya közelebbről, ami szerintem egy külön előadást is megérne, vagy mondjuk, hogyha csinálunk és tervezzük is majd a jövőben azt, hogy ilyen nyílt napot tartunk, tehát bábszínházi bejárás, olyan csoportokat fogadunk, akik bejönnek és megnézhetik igen a kulisszatitkokat, vagy akár egy próbában vesznek részt nézőként, és láthatják azt, hogy hogyan instruál a direktor úr, hogyan próbálkozik először a bábszínész. Ugye sokszor az van a produkciók születése közben, hogy elkezdenek próbálni a bábosok, de a bábokat csak egy kicsit később a próba folyamat során kapják meg, és az általában egy elég izgalmas szituáció, főleg, hogy mindig nehéz a báb, mindig beleakad a ruhája valamiben, tehát hogy Én azt szoktam mondani, hogy minden produkciónak minden bábját, tehát újra kell tanulni, bábozni, hiszen ténylegesen máshol van a súlypont, vagy más mozdulatok hiányoznak hozzá. Vannak nagyon jó alapok, de ahhoz, hogy valaki elsajátítsa annak az adott előadásnak, vagy mesteri szintre vigye az adott előadás bábjainak mozgatását, ahhoz a próba folyamat a legalkalmasabb. Mi a jelentősége, mi az üzenete ennek a világnapnak minden évben? Népszerűsítjük a szakmánkat, a bábelőadásokat. Ez az elsődleges üzenet, és pont ez, hogy ne legyen távoli ez a dolog, ne csak, mint említett, negyedik falon keresztül legyenek láthatóak ezek a bábok, hanem közelebbről is. Ugye ünnep ez minden bábos számára, de a Csodamalom Bábszínháznál most dupla ünnepről is lehet akár beszélni. Ugye évfordulót ünnepel a Csodamalom Bábszínház, ráadásul egy nagyon szép kerek évfordulót, fennállásának 30. évfordulóját ünnepli az intézmény. És gondolom, hogy ez az év a világnapon túl is egyébként zsúfoltabb és eseménygazdagabb lesz, mint egy átlagos év. Így van, hát nem nagyon tudják, 1992-ben lett hivatalos a Miskolci Bábszínház, annó még Csodamalom Bábszínház néven. Ugye a 2022-es, 23-as évadban fogjuk ünnepelni úgymond a hivatalos fennállás 30. évfordulóját. Egyébként 1986-ban alapította még Korzsényi Tibor, úgyhogy ő is vezette nagyon-nagyon sokáig a Bábszínházat. Hát úgy igyekszünk bevezetni ezt a 30 évet, először is az évad végén lesz egy független bábos találkozónk, fesztiválunk, pár fellépővel, amit mi szeretnénk majd tovább bővíteni egy nagyobb-nagyobb fesztiválra, egy 4-5 naposra. Utána lesz, ugye elkezdtük ebben az évadban a Csodamalom nyitogatót, ugye évadzárásképpen csinálunk egy Csodamalom csukogatót, ilyen nagyon szép alliterációval. Nyáron pár helyen lesz még fellépésünk. Szeptemberben ugyanúgy indítjuk az évadot, mint ezt az évadot indítottuk. Szeptember első hétvégén a Régiségvásárral egybekötve lesz az évadnyitónk, a Csodamalom nyitogató, itt saját fellépőkkel, vagy szintén meghívott fellépőkkel. Utána ugye lesz nálunk egy kis szünet, a Cinefest fesztiválhoz bekapcsolódunk, és október elejére tervezzük a 30 éves fennállásunknak a jubileumi előadását, aminek még pontos címe nincsen, miskolci történetekből fog összefonódni, nagy valószínűséggel egy ilyen báb kabarét fog rendezni nekünk Varga Péter. A zeneszerző Takács Dániel lesz, egy jó kis előadás lesz, és elköré szeretnénk építeni. Amit én még szeretnék, hogy ugye a Mikulás az mindig egy nagy jelentőségű a gyerekek és a bábszínház életében is, ide valami klasszikus régi 30 éves darabot esetleg felújítani, és ugye eköré is építeni az évadot. Dávidnak lesz majd egy előadása, egy önálló előadása a János Vitéz. Igen, János Vitéz, mert most készül még egy önálló előadásunk, a Miska Macska, ami szintén ősbemutató lesz ugyanúgy, mint a Rákherceg. Ezt sem játszották még sehol. Ősszel ezt a kabarét fogjuk játszani, 2 között, meg szerintem lesz még rá ötletünk és termünk. De ezt meghagyjuk. Akkor úgy hallom, hogy rengeteg program várható. Igen. Önnek egyébként, mint az intézmény vezetőjének, mit jelent ez a kerek? Nekem nagyon sokat. Én a fiatalságomat a Bábszínházban kezdtem, tehát 92-től hivatalos, én ugye 94-től dolgoztam ott elég sokáig, tehát nekem az egész fiatalságom. Tehát az, hogy azért látom azt, hogy esetleg generációk felnőnek, nagyon érdekes az, amikor megyek az utcán, és ez a csókolom jön, és úristen, én még játszottam neki, és úristen, már anyuka, és úristen, ő már a saját kisfiát hozza a Bábszínházba. Tehát nagyon sokat. Nagyon sokat, korosztályokat átölel. Önnek, a társulat többi tagjának, a színészeknek, a rendezőknek, vagy az ideérkező vendégrendezőknek mit jelent ez a 30 év? Hát mivel körülbelül 30 évre tehető a magyarországi bábszínházaknak úgy általában a hivatalos alakulások, ezért 30-35 éves évfordulókra jártunk mi is mostanában. Voltunk Győrben, aztán Pécsett is a bábszínház fennállásának jubileumát ünneplik. Ezért hát látszik az, hogy a magyarországi bábos szakma az ott körül kezdett igazából beindulni, és hát látjuk azt, hogy ha fogalmazhatok így, hogy ki mit tett le az asztalra ez alatt a 30 év alatt, és ami számomra nagyon fontos, és erre volt is egy ilyen közös játékunk, stratégiai tervezésünk így belső körökben, hogy nézzük meg azokat a mérföldköveket, hogy hova jutottunk el, és ugyanezzel a gondolkodással próbáljuk meg a következőeket letenni, hogy hova akarunk jutni, nem csak mint Csodamalom Bábszínház, hanem úgy általában véve nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten a bábszakma merre felé halad. Tehát, hogy ez egy nagyon jó önértékelés és tervezés. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk a stúdióba, és biztos vagyok benne, hogy a Promenádban még nagyon sokszor fogunk foglalkozni ezzel a 30 évvel, és hát a tervezendő programokkal is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltak nálunk. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!